Lassan felad. Jó van. Nem voltam a pokolban, én nem játszok ezért, nem játszok külön. Ha le tudok ülni játszani, akkor már van belőle adás is. Azt hiszem befejeződött a buli. Itt van még egy zombi. Au. Igen, a perdíció akkor töltődik, ha a kezünkben van egy kicsit a pálca, akkor töltődik. Azt a kurva. Meghaltam? De nem tudom úgy csinálni, hogy töltődjön. Ez a biztos ebzőszögyök. Nem a kémiába, Artifice-ba volt talán a One Charging. De lehet, hogy nem. Levitátor, ajtó, az Inferál Furnace lesz szerintem még egy kapu, amit lehet, hogy ki kell kutatni. De is meghaltál? Meg, hát nem tudom visszaszedni a cuccaimat, mondom, ott van az a szó. Igen, és végül ki kell, hol van ez a... Itt most van. Most csak a sem kérdem. Igen. Potencia rend összekötve, jó. Azt mondja, hogy... Nagyon jó, két permanent warpot kaptam. Meg normál warpot is, mert tiltott mágiát tanultunk meg. Viszont megtanulhatjuk az Arcane Bellows-t, a fújtatót. És az tiltott mágia volt? Nem, előtte a sütő, a... Van ez az Inferal Furnace, ami Nether Brickből, lávából, meg Iron Barból épül. És Ignis Essenciát használ. Tehát azt elszívja az Ignis Essenciát. Nem egy túl hasznos sütő, még alap Minecraft-ba se. Fányves jössz. Multiblokkos, igen, de... De nem hasznos. Nem egy túl hasznos darab, maradjunk annyiba. Az nem egy túl jó sütő, ha nem kényszerítenek rá. A mágikus fújtató az tud fújtatni, mondjuk pisztonnal, de mindegy. Bocsi, csak mondtam, neked is hozzá a páncélt? Figyelj, nem tudom. Nem enged minket tovább. Ne arra úgy csíkbarócsa, nem akartam most ott, hogy így hatszorodtam, hogy meghalni, és így semmi nem változik. Érted? Lehet, hogy egyszerűbb, hogyha hozol blokkot, körbeépítjük a területet, kiütjük a sírokat, azt megyünk vissza. A blokkokhoz mondják, te vagy közelebb, én most a Twilight-ban vagyok. Ja, Infusion-t nem fogunk bevetni, Copper Wand Cap, igen. Acélcsavar, meg Copper, ezért jó, azt meg lehet csinálni. Jó sok izé kell hozzá varázslat, de nem baj. Nem akarok a Wanddal varázsolgatni, mert
kurvára nincsen még töltési képességük, és nem enged tovább. Hiányzik neki a kutatás. Meg lehet nézni egyébként, hogy a vandoknál mi ez? Kukat Staum Craft. Tehát a Greatwood Wandnál meg tudjuk, a Greatwood Wandot se tudjuk megcsinálni. Leech Bone, ez, ja, hogy ezt a Twilight Leechből lehet kiszedni? Az jó. Vagy Salis Mundusból, meg Leech trófeából lehet craftolni. High Voltage-ja, hát persze, jó. Oké, de az előbb, tehát találtunk olyat, hogy... nem is tudom már, hogy talán vassal lehetett a Greatwoodot összekraftolni, valami ilyesmi. Csak nem tudom, melyik vantnál. Hát mondjuk azért a vas feje az nem egy nagy kihívás. Megnézem. Mert ez csak Iron Nugget. Azt megtippomnak engedni szerintem. Azt Csibor, nézem, hol vagy? Van-e valahol? Átjöttem, itt vagyok a kapunál. Ó, mondjad akkor, mert hogy itt vártam azt, hogy elmentél blokkért. Elmentem, de vissza is értem, ott mentem el melletted. Csinálok gyorsan a körék és adag Iron Nuggetet, és akkor tudom kiszedni a sírt, megpróbálunk egy Greatwoodot összekraftolni, hát ha engedi. Ezt nyakajad belé, szíves. Nem kell, már körbe kerítettem, csak egy csalkány kéne. Az nekem nincs, de kézzel szét lehet ütni. Igen. Ez a tiéd, az enyém akkor nincs meg, ha jól sejtem még. Hol vagyok? Jó. Izet tudnék adni. Fejszét, de az nem mész túl sokra. Nem. Pedig azt írja, hogy Workbench-ben Iron Nugget, de lehet, hogy a mágikus Workbench-ben. Ez lehet. Így nem, bottal nem. Hol haltál meg? Erre, 4 méterre. Most velem van a baj? Mi ez? Iron Cap, nézzem csak a... Elmentek itt kell lenni a síromnak. Itt állok rajta. Nem látod? De hogy a Taunomikonban más recept van, mint a Gregtekbe. A Gregtek úgy gondolta, hogy ezt meg tudja nehezíteni nekünk a Gregtek ezt a receptet. Milyen rendes? Ez eléggé szemét, hogy legalább írj ugyanazt. Tehát mennyivel egyszerűbb lenne ezt alapverzióban, mint Gregtekkel játszani, azt elmondani nem lehet, de persze megoldjuk. Csak akkor már ezért, mert a golddal mit írt ki? Az, hogy a golddal összekraftoljam a Greatwoodot, arra 50 pontot írt ki, azt hiszem. Nem is engedi a receptet, mert még nem tanultam meg, hiába látom, hogy létezik. Ja, meg nem is ez a receptje. Amúgy minden oké. De valahol láttam pedig olyat, hogy... Visszamentél? Igen. Valahol volt pedig annak receptje, hogy a vassal a Greatwood összetehető. De a Greg bácsi az mindent elintéz nekünk, ebben igazatok van. Egyetértek vele. A Nodin a Jarhoz 70 pont kéne mindenből legyen a pálcában, nincs is ilyen pálcánk.
Oké, okay, igen, ez a deconstruction table, ez arra való, hogy bele lehet tenni itemeket, és abból eszenciákat lehet szerezni, tehát hogyha befulladna a buli a kutatásban, akkor ezzel lehetne megoldani. Egyébként az első fül, a basic, az már úgy nagyjából majdnem megvan teljesen. Az menő. Neked most ez a 25-25-25, ez a Iron Cap varázspálcád van, ami mindenben 25-25 van, ugye? Mondjad, nem értettelek, bocsánat. Neked itt az az első varázspálcád van most, ugye? Hát mert nem is tudunk más miatt csinálni jelenleg, azon dolgozok, hogy hogyan lehetne egy nagyobb pálcát csinálni, hogy bármit le tudjunk kraftolni, mert mindenhez sok pont kell. És az a baj, hogy hiába megcsináltam az arany pálca fejet, megcsináltam a Greatwood Wand Hort, de ugye az alaprecept szerint az aranyfejű Greatwood pálcához, az aranyfejű Greatwood pálcához kéne Leech Bone, tehát el kéne mennünk a Twilight-ba bosztölni, meg ide majd fog kelleni a rozsdamentes acél. Ez nyilván nem járható út. Na most azt nézem, hogy még milyen receptek vannak Greatwoodra, ami esetleg lekraftolható, de kb. Semmilyen nem enged minket tovább addig a játék, ameddig nem megyünk föl High Voltage-be, tehát ez nem járható út, hogy jobb pálcát kraftolok, nem a pálca tudományában kell elveszni a Towncraft-ba most. Tehát ezt most így ki is tehetem innen, mert hogy nem fogok tudni pálcát kraftolni. Igazából még egyetlen egy lehetőségünk van, hogyha előre menekülünk. Márhogy az előre menekülés alatt mit értesz? Most jelenleg van annyi energiánk, hogy a medium voltage-ot teljes mértékben ellássuk. Hogyha átmegyünk high voltage-ra, akkor viszont kinyílik a pálca, és akkor ezt az egészet meg tudjuk csinálni, tehát így... De nem az... mert high voltage-be, hogy átmenjünk, ahhoz most irgalmatlan sok mindent kell megcsinálni, tehát hogy azért ott a kutatási fába nekünk eléggé medium voltage-en van minden. És hát még van messze vagyunk a... Mert nézd meg, a medium voltage, rozsdamentes acél bal alul, amire szükség lesz majd. Azt látod, hogy hol van? Látod? Bal alul, rozsdamentes. A damaszkuszi acélhoz képest merre van? Damaszkuszi acél? Nem tudom, hol van damaszkuszi acél. Hát van egy kiinduló pont, a tier 2 medium voltage. Bocsáss meg. Nézzük. És onnan balra lefelé teljesen, de ugye rejtve van, tehát hogy még nem is látjuk normába. És akkor ott van, hogy majd medium voltage energy hatch, meg szilikon wafferek és egyéb ilyen szépségek jönnek be, hogy tudjunk csinálni kontált, ami nem tudom mi. Meg jönnek a solar grade ingotok, ami meg ugye a napenergia lehet majd. Tehát azért mondom, hogy most itt a következő feladatunk elvileg ezért lenne, nézem, hogy engedi-e. A következő feladatunk az a high voltage-hoz vaspor, nikkelpor, mangánpor, krómpor, hogy rozsdamentes acélport csináljunk. Ez lesz a következő feladat majd, de hát ugye utána jön az, hogy és akkor csináljál rozsdamentes acélt, ahol ezért 480 EU per tickkel az upgrade-elt elektromos blast furnace elkezdjük megcsinálni.
most kizörög, vagy nekem dobog a szívem? Ja, nekem dobog a szívem. Titkokat súgnak a fülembe, gyerekek, valamit tanultam. És ki súgott a füledbe titkokat? A Towncraft. Neki csak így súgdos a füledbe. Nem is értem, hogy mit kellett itt eddig szórakozni ez a nyomorú kutatással, amikor tényleg csak a füledbe suttogják a titkokat. Nem az a durva, hanem hogy keresem, hogy ezt mit tanultunk. És egyelőre semmit. Auto-enchanting és tiltott mágia, disenchanting table és tiltott mágia. Enchanting table tudunk, lávakristályt meg Silky Jewel-t mondjuk nem nagyon akarunk, tehát ez éppen annyira nem. Witchery meg Blood Magic meg ilyenek. Jó, ezeket hagyjuk. A Warp Theory, Arcane Litmus papír, ez mondjuk, ezt érdemes megkutatni. Megnyitja ezt az egész ágat. Azt mondja, hogy olvastam valahol utána, és abban volt olyan, hogy ez a papír, ez jó. Oké. Minden más simán egyébként a por keverésében, csak a mangán, ami hiányzik. Életben mi van? Levegő az életben nincs. Az egy kell hozzá. Nem árt, ez tény, de... Ez a mágikus papír, amit most kifutattunk. Tiltott mágia, amit kikutattunk, azt nem is ez mit tud. Igen, ez a Salis Mundus, ez nagyon-nagyon alap dolog, hogy ezt meg kell tudnunk majd csinálni. Igazából ez a mindenhez kell kategória. Oké, ezt tudunk valami crafting... Ja, a warpra reagál, azt mondja ez a papír. Nem tudom, hogy mit. Mi az a rúzsaszín cucc, az a por? Salis Mundus? Ami körbe kell venni a papír. Hát levegő kristályból tudunk... Ja, nem levegő... Salis Mundus... Lehet craftolni valahogy. Ez a sokszínű, szivárványos kristályt kell porrá törni. Jó, de... Tehát, hogy a lényeg az, hogy azt tudnánk craftolni, de mindegy, ebben az ágban még ezért a Taumic Insurgent Funky Little Worm. Azt mondja, hogy ez egy egyszeri vásárlás, ahol az egész életünkben meg fogjuk bánni. Mit szóltok hozzá? Csinálom én akkor. Nem.
Nem tudom, hogy mi ez a kukac, valami vicces kukac lenne. Mondjuk kikutatni sem gyenge. Azt mondja, hogy ott, itt ki kell találni, nagyon meg kicsi a hely. Jaj, Istenem. Viszont nekem el kell mennem, most tudom, mindjárt visszajövök, ne ragyatok, megértem. Jó van. Abba van vákum, meg abba is van vákum. Jó. Ó, abba is van vákum. Oké. Okay. Az onnan elmegy perdícióval erre. És az onnan vákumba. Jó, itt ezt összekötjük, mert minden vákumba van levegő. És akkor még amit be kell kötni, az ez a csapda. Ebben is van perdíció. Hát még összekö... Ja nem, még a perdíció, meg a... ezért odai vákumot be kell tenni. Jó lesz az. Na nézzük, hogy mit tanultunk ezzel a kicsi kukacsal. Őszinte leszek, ezt a leírást nehéz szavakba önteni, amit itt most ideírt. Tehát, hogy én vagyok, semmi más nem vagyok, mint az e-mailes csávó, és most én vagyok, az Úristen, ez éget, au, állj meg, segítség, éget, csávó. Le vagy nyűgözve ettől a fantasztikus átalakulástól? Le lehetsz. Így jártál, öcsém. Hát valami kukacot lehet csinálni, hyperlink blocked. Nem teljesen értem, hogy mire. Jó, drága, kell hozzá a revealing szemüveg. Hát jó, oké, ez ilyen. Jó, hogy itt jártunk, de minek? A golem monsterbe, a golemeket azt tudnánk craftolni. Hajót tudunk, collision insurance, ütközés ellenes hajót tudunk craftolni Towncrafttal. Egyedül vagyok? Hol? Hát senki nem beszélt hozzám, az volt a kérdés, hogy... Nagyon jó, elbeszélgetsz magadba. Hát inkább úgy mondanám, hogy szenvedek, de igen... Digitális eszencia, az nem ML rendszert akarunk csinálni még. Jó, Taumik Mahina. Itt majd ilyen gép, aura mezők. Ó, tehát, hogy tanuljunk majd kicsit ezekről az aurákról, az nem biztos, hogy rossz lenne. Nem is olcsó. Jó, potencia, ordó. Kifogyott a tinta, beszélsz. És közben pornózenét hallgatunk, skacok. Jó, ordóval kijövünk, az a karika, az
vákuum, vagy ez a tenebré lenne? Igen. Hát... Jó, maradjunk a vákuumnál. Vákuum. És a perdíció meg az ordóból lesz a transmutation. Jó. Vákuum, perdíció, transmutationnel összekötjük. Jó. Akkor itt hol van ez a sugaracska? Ez mágia, meg levegő. Jó, menjünk el úgy, hogy mágia. Levegő. Vagy nem, a mágiában már nincs levegő. A mágiában potencia van, meg üresség. Csak ez a kettő eszenciánk nincs. Üresség, és az ürességnek az összekötője a perdíció, az is össze van kötve. Az üresség összekötője a perdíció, annak az ordó az összekötője, és az ordó és a perdíciója a transmutation. És akkor ordó, üvegusz, agy. Tehát az aura mezőkről tanulunk valamit. Mit tanulunk az aura mezőkről? Az örök eszenciáról tanultunk valamit, kacok. Tehát, hogyha egy aura nódot összetörünk, mi van? Egy korábban felfedezetlen új világot tártunk föl, ahol minden bezárt speciális mező, ami a folyamatot, tehát a víz folyását irányítja az univerzumon keresztül, ezen folyik át, ezt hívjuk aura mezőnek. Olyan, mint a gravitáció, egy olyan speciális mező, ami dinamikus, mindig változik, és az anyag és energia befolyásolhatja, hogy mi történik. Mit befolyásol ez? A víz folyását, értem, ez az újratöltésnél fog számítani. Ahol több tehát ahol vastagabb az aura, ott jobban folyik a víz, tehát a mágikus energia. Az aura mezőt egyetlen egy módon lehet módosítani. Bizonyos részeit sűrűbbé lehet tenni, míg mások ettől elvékonyodnak. Igen, vonalakként kell elképzelni, ahol ha a vonalak közelebb vannak, akkor a sűrűbbnek lehet nézni. Igen, valamit tanultunk azon kívül, hogy tanultunk. És ezek el is szigetelődhetnek egymástól, tehát lehetnek mágiamentes részek a világban. Még szerencsé, hogy nem ott vagyunk. Azt mondja, hát igen, a szopás lett volna. Nyilvánvalóan, igen, ettől kezdjük megérteni a mágiát. Töltés és hogyan működik című kutatás. Igen, az nem lenne rossz. Látom, közben megvan a bányászat. Meg lett, úgyhogy váltatjátok a rodot ki. Meg valahogy visszakeveredek. Én egyre még nem váltom ki, hogy mindenki felén egy lehetőségünk, hogyha úgy van. Hát én most csak annyi, hogy kiveszem a rodot. És akkor tanulmányozni is tudod? Hát le akarom szörcsölni, hogy hát ha kapunk belőle valami jót. Mi meglepő, hogy sok tűz van benne. Gondoltad volna? Hát nem. Meg mágia is van benne. Jó. Kiveszünk innen ilyen, mondjuk nem ezt, hanem ezt, és ezt oda berakjuk. És megnézem, hogy... Alkimiába megnyílt-e valami.
nem nagyon. De már megtanultuk ugye a Blaze Rodot csinálni, tehát hogy nem azzal van a baj, hanem hogy milyen géppark kell hozzá mágikusan neki majd. Tudjuk, hogy olyan kell Blaze Rodot csinálni? Igen, Blaze Powderből tudunk Blaze Rodot csinálni. Meg kell csinálni az Essencia Distillációt, ami egy, ez mi ez? Valami Alchemical Furnace, azt tudunk csinálni. Tudunk csinálni vízfilter, sok aranyból. Silverwood Plank-et is tudunk, aranylapot is tudunk, vízfiltert tudunk craftolni. A Taumiumot kell tudnunk csinálni még. És akkor lehet Arkán Alembikünk. Szerünk van, ugye? Sima kell, vagy faszén is jó? Faszén is jó, szerintem. Akkor végtelen. Alacsony nyomású boiler tankot is tudunk csinálni, csöveke, acélcsövet is tudunk csinálni. A Taumiumot kell tudnunk csinálni, csinálnunk kell néhány szűrőt, és arkán alembikeket kell lecraftolni, abból lesznek izéink, abból lesznek eszenciáink, és valahol volt egy ilyen eszencia kristályosítás, amivel folyékony eszenciát mond ki a csőrendszerből, és azokat kristályokká alakítja, amiket utána nagyon, ezek nagyon stabilak. Ezeket egyébként használhatjuk a főzőcskéhez is, ezek tiszta kristályok lesznek. Tehát e felé kell elmennünk, Taumiumot kell valamennyit csinálni, nem tudom mennyi van. 2 ingot, jól emlékszem. Valamennyi volt, de nem sok, tehát hogy... Mindegy, a Taumiumot majd össze kell szedni egy helyre. Ez mi az, ez Void Metal ingot? Az nem az. Jó, nem nagyon van Taumiumunk, tehát ez biztos, hogyha van is, akkor nagyon kevés. Nyilván vasból kell csinálnom, viszont ahhoz biztos, hogy ki kell most találnom, hogy mivel készül a Taumium. Mindjárt megnézem a könyvbe. Azt gondolom valamilyen nagyon alapszintű cucc lesz, hogy... Tehát csak high volt is kell hozzá. Nem. Mágia eszencia kell. Most az item táblázatom nincs, hogy miben van tiszta mágia eszencia. De tippre mondom, hogy a fehér fába kéne legyen. A Silverwoodba. Abban van más is. Valami, ami tisztán mágikus, olyat kéne találnunk. Hogy minél kisebb varpot gyártsunk, de be vagyunk szopatva, csak nem 100%-osan. Hát mondjuk elég lett volna szétnézni a dobozomba, ahova a Taumcraftos cuccokat gyűjtjük. Az a baj, én nem tudok túl sok mindent azonosítani. Mágikus gombában nem csak ez van, ebbe se nem csak ez van. Hát még az a tiszta eszenciában sem csak az van, aminek lennie kéne, szóval... Próbálok olyat találni, ami valahol tisztán mágikus lenne. Kis szerencsével lesz ilyenünk is. A Leaf Root egész jó. Egyébként azt az izéből hoztátok. Az élő gyökeret a Twilightból. Hungry Chest, igen, ezekben tudom, hogy van mágia, én is értem, de jelen pillanatban nem tudok el mit kezdeni. Mert hogy még ezek az Order shardok sem tisztán mágikus shardok, ugye? Jó, Leaf Root-tal tudunk a legkisebb kárt okozni, hogy Taumiumot csináljunk. De most mit csinálsz? Kutatok, hogy legalább tudjam én is, hogy mit kell keresni. Ezért Leaf Root-ot tudnál hozni, ilyen gyökeret a Twilightból sokat? Ha az ez egy darabod, akkor onnantól kezdve mit kell keresni. Mi az, hogy egy darab? Leaf Root, az a neve, hát élő gyökér. Uh,
Ez a barlangokból lejövő plafonról gyökér. Értettem. Ez a... ezért meg hozok vizet. Mert akkor el kell kezdenünk taumiumot gyártani. Azt mondja, hogy hogy volt az arány. Aha, egy... jó, hát az arborra nem tudok jobbat mondani, úgyhogy egyelőre az lesz, hogy bedobunk 4 ilyet, meg metálumot. Tehát egy fémet, ha jól sejtem. Igen, ironingot. Könyves, ahonnan a kobaltot szedtük ki, ott eléggé sok van. Értettem. El kell készítenünk, azt hiszem, legalább 6 darab taumiumot. Bedobom. Van egy taumium kapánk is, nem tudom, azt számoltad-e. Baj van. Mi a baj? Hát, lehet, hogy nem vertem rá a Crucible-re izével. Pálcával. Oké. Okay. Szerintem... valami nem okés. Valami nem okés. Mert ebben most meg kellett volna jelenjen az eszencia, de nem jelent. A Crucible az nem ugyanaz, mint a Cauldron, tehát maga az eszköz jó. Pedig beledobtuk a cuccot, tehát benne kellett legyen a 4 mágia. Hogy taumiumot csináljunk, 4 mágiának benne kellett lennie, utána dobtuk az ironingot, és mégse lett belőle taumium. Az baj. Olyan, mint a live root elfőtt volna. Nem mondod, hogy ilyen gyorsan el tud főni a cucc. Igen. És ki kellene dobja a... ezért. Ajaj. Ez bármennyit elnyel, de nem történik meg a mágikus főzés. Van baj. Ti is úgy emlékeztek, hogy bele kellett dobálni a kondérba mindent, aztán a végén az utolsó itemet, és akkor kidobta a cuccot, nem? Igen. Na hát, most lehet, hogy el kéne olvasnom, hogy nem. Igen. Hát ez szopás, gyerekek.